Hello srácok, ez a Gaming is Fun, és most elérkeztünk az Operátoriskola sorozat 35. részéhez, amiben a főszereplő a német GSG 9 védekezője, Bandit. Köszönöm, hogy megnézed ezt a videót, igazán nagyra értékelem, remélem tetszik, ha így van, nyomj egy lájkot, írd le a véleményedet, oszd meg, hogy jusson el másokhoz is, és ha még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel. Ez a sorozat pedig arról szól, hogy a Rainbow Six Siege-ben minden egyes operátort értékelek egy 1-től 10-es skálán, a fegyverkészlet, a gadget és a használhatóság terén A, B, C vagy D kategóriába sorolom őket, és elmondom, hogy miért használj egy karaktert, vagy miért ne. Banditnek nem tiszta az előélete, mint a videójából kiderül, ugyanis drogokkal üzletelt, sőt, még gyilkolt is. De mint tudjuk, rablóból lesz a legjobb pandúr, vagy kurvából a legjobb feleség. Így már a rendőrség alkalmazásában áll. Nézzük az első kategóriát, ami a fegyverkészlet. Két darab elsődleges fegyvere van, az egyik a híres MP7 SMG, ami 34-et sebez, 900 a fire rate-je, és 30 plusz 1 golyó fér bele. A recoil-ja meg tud tréfálni néha, bár nem mondanám kimondottan nagynak. Én Aegox Sight-ot, lézert és minden esetben kompenzátort ajánlok rá. Nagyon jó, hogy ilyen gyors, csak a Vector gyorsabb, mint védekező elsődleges fegyver, de az ugye sokkal kevesebbet sebez, nem lehet Aegox-ot tenni rá, és még kevesebb golyó is fér bele. Szóval a damage és a fire rate kombinációja nagyon jó, tehát ha kezeljük a recoil-ját, akkor az egyik legjobb védekező fegyver van a kezünkben. Aztán van neki a strat rulettezők legszebb álma, az M870 Pump Action Shotgun, ami a játék egyik legjobb shotgunja, mert óriási tüt és viszonylag gyors is. Szám szerint 57 a damage-e, 7 töltény fér bele, amit egyenként pakol be, ez mindig jó egy shotinál, a recoil-ja pedig elég kicsi, én lézert és holografikot teszek rá. Mint minden németnek, neki is egyetlen másodlagos fegyvere van, ami a P12 pisztoly, 43-at sebez, 15 plusz 1 a kapacitása, a recoil a muzzle break-kel elhanyagolható. Konzolon ajánlok rá lézert a drónok kilövéséhez. Másodlagos eszköznek szöges drótot vagy nitro cellt tud hozni. Ő az egyetlen operátor, akivel nem mindig kivétel nélkül a nitrót hozom, de erről még beszélünk a használhatóság kategóriában. Banditnek nagyon furcsa loadoutja van, ugyanis minden van benne, de csak épp hogy minden. Például valakinek 3 elsődleges és 2 másodlagos fegyvere van, így ő kettővel több fegyver közül választhat, viszont mi kell egy védekezőnek? Lássuk csak. Egy jó SMG, pipa. Egy jó shoti, pipa. Egy jó pisztoly, pipa. Robbanószer, pipa. Fegyverkészletre Bandit kap tőlem egy 10 per 10-et. Nézzük a gadgetjét, ami nem lopott anyu életére eskü, nem autókból szereltem ki, ha úgy vakuljak meg az Istenke, láti lelkem, csókoljon meg téged a társaságos Szűz Mária. De az a helyzet, hogy Bandit gadgetje kurvára lopott. Még a sötét előéletéből hozza magával a 4 magas feszültségű akkumulátort, amit fém alapú tárgyakhoz tud rakni, ezzel áramot vezetve a felület egészébe, legyen az csirkeháló, megerősített fal vagy csapóajtó, esetleg rögzíthető pajzs. Tudni kell róla, hogy ez a gadget egyenes counter hibana és termit gadgetjére hasonlóan, mint mute. A különbség, hogy a mute-olt falon fennmarad, mint az exotermic charge, mint hibana kis bogyói, viszont a bandit által beáramozott falon egyből megsemmisülnek. Továbbá a drónok ellen is kiválóan alkalmazható, hiszen ha egy drón egy elektromos felülethez ér, azonnal megsemmisül. Látjuk ezt ugye, hogy amíg mute csak használhatatlanná teszi a dolgokat, és ha kilövöd a mute-ot, akkor újra használható, a bandit meg is semmisíti. Szóval nagyon jó sok dologra jó ez a gadget, és még az emberekre is veszélyes, hiszen ha kevés HP-val nekimész egy banditezett falnak, akár meg is halhatsz. Erre a gadgetre egyenes counter Thatcher, Twitch és IQ, ennek ellenére nagyon hasznos és ráadásul sok is van belőle, bár egy EMP akár az összes kiszedheti, ergo sokszor nem mész vele semmire. De azért egy 8 per 10-et így is megérdemel. Lássuk az utolsó kategóriát, ami a használhatóság. Bandit egyarmonos és 3 speedes, ami őt alaphangon roamernek állítja be. Lehet, hogy ez csak rám jellemző, de én Rook Armor nélkül nem szeretek egyarmonost hozni, mert azt túl gyengének érzem valamiért, bár Rook úgyis mindig van, szóval ez nekem nem szokott akadályt jelenteni. Ha vele jössz,
A szokásos reinforcelt falak beáramosításán kívül gondolkodhatsz valami extrán is, hiszen Bennit nagyon sok védekezővel tud együttműködni. Kezdjük egy kicsit egyszerűbbel. Például van egy tacsanka a sarokban, aki ül az LMG-jén, és előtte egy shield. Ha a shieldbe áramot vezetsz, nyilván a befelé lévő oldalába, mögé pedig a Jäger tesz egy ADS-t, akkor tulajdonképpen érinthetetlen lesz a tacsi, ugyanis még ez sem tudja kilőni előtte a shieldet, mert a lent védi a bennites charge, ami meg mögé megy, mondjuk egy gránát, vagy ugyanúgy SS charge, azt kiszedi a Jäger. Vagy egy másik példa Kesszöllel. Ugyan nem rossz operátor Kessel, de valljuk be, az Armored Barricade gyakran inkább árt, mint használ, arról ne is beszéljünk, hogy mindenki ki tudja szedni, még egy Recuit is, ha kiütögeti. De egy kicsit még jobban lelassíthatod az enemit akkor, és egy kicsit usefulabbá teheted Kesszölnek a gadgetjét, hogyha csirkehálót és pajzsot teszel a barikád elé, akkor maximum Ash vagy Glass tudja biztonságos távolból kilőni, mert ha oda mennek, amíg a Sledge oda megy, amíg valaki felteszi a Breach-et, vagy valami, akkor addig ugye sebződik, és ha mondjuk kevés HP-ja van, ugyanúgy meghalhat. És most jön a kedvencem, Frost. Instant killt csinálhatsz egy welcome-metes injury-ből, ha Frost hoz shieldet, mögé leteszi a csapdáját, rá te csirkehálót, a csirkehálóra sok wire-t, és kész. Szinte azonnal megöli a Bennit az injury-set, tehát hogyha valaki egy olyan Frost csapdába injuröződik le, ami mellé, és amire van csirkeháló téve és benne áram, akkor az nem tudom, 2 másodpercig él, tehát ha csak azonnal nincs ott egy 100 HP-s támadó, aki egyből éleszti, akkor az nagyon-nagyon rippes eset. Ez egy nagyon hasznos kis dolog, és az az igazság, hogy Frostnak a csapdáival nekem az a legnagyobb bajom, hogy lehet le tudom tenni sötét helyekre, és lehet, hogy bele is mennek, de könyörgöm, nem tudom mennyi ideig, de szerintem vagy egy percig ott vergődik benne az enemy, és vagy félesztik, vagy ha oda megyek, akkor még a leinjöröződött csapattársukat használják csalinak, és kinyírnak engem, majd felélesztik, szóval ez sokszor engem zavarni szokott, ezért nem vagyok olyan sokszor Frosttal, viszont így, hogyha egyből killt csinálsz az injury-ből, ami egyébként meg viszonylag gyakran összejön Frostnak, csak befejezni nem sikerül mindig, akkor ez egy teljesen jó kis csapatmunka lehet köztük. Továbbá itt megemlíteném, hogy ha jól tudom, akkor Bandit az egyetlen olyan védekező az egész játékban, aki 3 csirkehálót tud hozni, ugyanis a német Recuit, az körül az a mid-season reinforcement-ig szintén 3-at hozott, de azt hiszem lenörfölték 2-re. Úgyhogy ha valaki hozhat más 3-at, akkor javítsatok ki, de én jelenleg úgy tudom, hogy ő az egyetlen, aki 3-at tud hozni. És ugye például ez smoke-nak is kedvező lehet, hiszen lehet smoke-os csapdákat is nagyon szűk folyosókban, átjárókban, ahol átmozognak a támadók. Már a csirkeháló, mondjuk 5 csirkeháló lehet egymás mellett, és mondjuk a közepén jár, benyomsz egy smoke-ot, meg fog halni a támadó. Tudom, hogy sem kompetitív színen, sem pedig mondjuk egy sima rankeden nem jellemző, hogy te neked smoke csapdás kijeid vannak, de egyébként, ha jól átgondolod, meg úgy, hogy a helynek az adottságait kihasználod, akkor még akár az is lehet belőle. Na de, most nézzünk egy kicsit mást, mert van egy-két trükk még Bandittel, a leghíresebb közüle a termit, exotermic charge-ának a szétrombolása, ez más néven Bandit trick, ehhez eddig Valkyrie vagy Pulse segíthetett legjobban, de most már Mira az igazi társ hozzá, ugyanis amikor látod az ablakon keresztül, hogy leteszi a Termite a Breach-et, akkor annak a falnak a másik oldalára felteszed a Bandit Charge-ot, és nem tudnak bejönni. Sietni kell, nehogy exothermic kill áldozata legyél, mint a csatornán van egy videó, a Benditek sorsa, nézzétek meg, mert kurva vicces volt vagy 3 exothermic charge kill egyetlen egy rankeden belül, az vicces volt, szóval az kellemetlen, ha úgy jársz. Bendited nagyon sok mindenre lehet használni, de mindent meg kell vele tapasztalni, még a Bendit trükk sem fog menni elsőre szerintem. A csapdákhoz is összhang kell, szóval elég sok játékidő után is lehet vele még újat csinálni, emellett pedig a védekezés egyik nagy részét
A klasszikus kempelést nem érdemes vele játszani, így használhatóságra Bandit kap egy 8 per 10-et. Ahogyan pedig a számok kihozták, Bandit egy 8,7 per 10-et ért el összességében, ami egy stabil A kategóriás operátorrá teszi. Nem mondom, hogy must pick, de univerzálisan egy olyan karakter, aki valami extrát tud bármikor hozni a csapatnak. A következő részben most már tényleg egy támadóról fogunk beszélni, de hogy kiről, azt ti döntitek el. A képernyő jobb felső sarkában található szürkei betűvel jelzett kártya segítségével szavazz arra, akit legközelebb látni szeretnél. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, igazán nagyra értékelem, remélem tetszett, ha így van, nyomj egy lájkot, írd le a véleményedet, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, oszd meg, hogy jusson el másokhoz is, és hogyha nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel, nézd meg a többi operátoriskola részt is, például a tegnapit, amiben Rookról beszéltünk, a legközelebbi részig pedig Gaming is Fun, és sziasztok!